A mobiltelefonok esetében is, amikor azok a figyelmet elterelik a tanulásról, akkor nem vihetők be az órára, de amikor segítik a tanulást, és a tanár azt mondja, hogy be kell hozni az órára, hiszen valamilyen feladatod ad, vagy olyan tananyag lesz, amilyen szükség van a mobiltelefonra, akkor be lehet vinni. Mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az okoseszközök iskolai használatáról. A diákoknak a tanítás kezdete előtt le kell adniuk mobiljaikat, ezeket szünetekben sem használhatják, a tanítás végén kapják vissza őket. Ez nálunk úgy működik, hogy ugyan két bejárata van az iskolánknak, de az egyik bejáratot lezárjuk a reggeli érkezéskor, és csak egy bejáraton keresztül tudnak bejönni. Itt mobiltelefontartó állványokat vásároltunk osztályonként, és osztályonként minden fakba a megjegyzett szám alapján beteszi a gyermek a telefonját. A modern oktatásban sok esetben a tanárok és a diákok közötti információcsere is elektronikus úton történik, az új helyzet miatt ehhez is alkalmazkodniuk kell majd az érintetteknek. Igyekszünk megoldani, nyilvánvaló egy csomó dolgot napközben is telefonon keresztül intéztek például az osztályfőnökök, tehát hogyha valami váratlan esemény volt, akkor a szokott közösségi portálon keresztül elküldték a gyerekeknek, és rögtön tudomást szereztek róla. Most ez egy kicsit lassabb információ átadás lesz, de ezt is majd valahogy megoldjuk. A szintén tolnai Vosinszky Mór általános iskolában már évekkel ezelőtt bevezettek hasonló intézkedést. A Covid után, mikor elkezdődött újra a jelenléti oktatás, mi már akkor a házi rendünkben leszabályoztuk a mobiltelefonok használatát, és felső tagozaton ezt úgy valósult meg, hogy minden reggel az első órát tanító kolléga bevisz egy kis rekeszt, egy kis dobozt, ami fel van címkézve az osztálynak a nevével, és abba teszik a gyerekek a telefont, első óra végén a kolléga beviszi a tanáriba, és ott elzárt helyen tartottuk. Tehát nekünk most ez a jogszabályi változás nagy változást nem hozott az életünkbe. Iskolai mobiltelefon használatot korlátozó intézkedés nem csak hazánkban van érvényben, az uniós tagállamok közül például Franciaországban, Svédországban, Hollandiában és Olaszországban a kormányok már évekkel ezelőtt meghoztak erre vonatkozó szabályozásokat.